Szevasztok gamerek, Roli vagyok a Kemény, és üdv újra itt a Minecraftban, a Roland világában. Mi újság, hogy van mindenki? Én borzasztóan jó vagyok, és éppen azon gondolkozok, hogy mivel is, mit is csináljak ma. Elég sok mindent gondolkoztam, esetleg is kiszeretnék próbálni egy olyan rendszert, amivel innen el tudom vinni a villagereket, és meg akarom nézni, hogy ez működik-e. Arra gondoltam, hogy ez el fog menni ez a Minecraft ott a szélén, és föl nem veszi fel őket. Ez itt nem lesz jó. Ki kell találni, hogy hogy tudom azt megcsinálni, hogy... Hoppá. Mondjuk, ha fejszével nem szét. Oké, és ez működik. Ez így nem, pedig teljesen azt hittem, hogy ez működni fog. Ez így nem működik, és ha úgy csinálom, hogy csak oda bemegy, és beleköm. Nope. Az sem működik. Ez érdekes lesz. Jó, azért csak az lesz a módszer, hogy azt a baj, ha ezt kinyitom, akkor kimegy onnan a kell egy szélektes, ez a szélektes, igen. Az a baj, ezt kinyitom. És egy villagerünk így megvan. Ami tök jó. Ennyi a kicsit ezt bent tartjuk. Még most, és így az egyikük megvan. Te egy semmilyen villager vagy, ami tökéletes, mert így akkor olyanná változhatom, amilyennel csak szeretnénk. Aminél jobb dolog nincs is, akkor egyelőre őt elviszük ide a sarokba. Azon gondolkoztam, mert ugye szeretném majd megcsinálni ezt valahogy, hogy legyen egy ilyen kis villager breeder-szerűségem, vagy valamim. De egyelőre csak el kell őket tárolnom időszakosan. Úrni. Ennyi. Szava! Időszakosan már is van. Már a következő jöhet ide mellé, de egyelőre ez megvan, senki nem fér be hozzá. Talán egy kis baby zombi talán beférne, de arra az a megoldásra teszünk bele ilyen half slabet, ami az lesz, hogy három ilyen. Tökéletes lesz, nem kell, hogy szép legyen, csak half slab legyen, hogy lássam azért, ki van benne, és egy azért ide beférjen. Úgyné, így nem lát engem, semmi baj nincs. Hagyjatok már a kumpi dobálást. Utána elgondolkozom azt, hogy mit szeretnék csinálni, szeretnék majd építkezni is, amihez majd szükségem lesz egy kis blokkra. Nem is tudom még milyen blokkba akarom, de smeltek le egy kis követ, hát ha úgy jobb lesz. Fám az van sok még egyelőre, és ezt szeretnék menni, keresni egy kis bambuszt. Mert azért, mert a bambusz jó. Őt berakjuk ide, leszmelteljük, van egy kis kajám is így. Az összes többi az mehet föntre. A raktárunkba. Úgy jönni, te is, a raktárba te is. És itt van még egy kis kumpli, az is mehet bele. Tökéletes lesz. Ezt szeretnék menni bambuszért, viszek magammal egy ágyat is, mert miért ne. Azt pedig a dzsungelben tudok szerezni, meg egy hajót is, hát ha az kell. És elmegyünk, körbenézünk, van egy jó kis, jó íjam, van egy jó kardom, túl fogom élni szerintem a megpróbáltatásokat, és szereznem kell bambuszt, anélkül most nem jövünk haza, úgyhogy nézzünk is meg, ahogy merre megyünk. Oké, itt bent vagyunk. Jó, hogy hoztunk magunk a hajót, mert itt vagyunk a vízben. Wow, ezeket a blokkokat nem ismerem. Most megnézem őket. Szeva. Van blue coral, red coral, yellow coral, annyiféle coral van. Érdekes, ezt el tudom majd vetni, vagy mi van ezzel? Sose használtam még szípikkel a gyerekek. Jaj, ott a sok tudsz a víz tetején, ezek felúsznak, jut eszembe. Néha ott van egy hajóroncs, ott egy hajóroncs. Hát ilyet! Na, menjünk, nézzük meg azt így gyorsan, nem vettem még hajóroncsot se. Jó, hogy bambuszt keresek, de... Ezt mit lehet csinálni? Kelp. Nem tudom, mit lehet vele csinálni. Hát tudjátok, akkor majd mondjátok meg nekem, mert gőzöm sincs, hogy ezzel mit lehet csinálni. Ó. Oh. Wow. Oké, és alul itt még valami. Sok papír, egy kis toll, könyv. Treasure map! Mi fene?
Répa. Bambu! Esküszöm, bezárok, találtam bambuszt. Hát ilyen. Kól. Paper az már van, meg is ezt is felveszünk. Ennyi, találtam bambuszt. Hát ilyet. Hát ilyet! Találtam egy treasure mappet. Azt a mindent, ezt meg is nézzük gyorsan. Mert ne, ott megnézzük, hogy mi van ott. Arra kíváncsi leszek, hát ha valami jóféle. Aztán ránézzük arra a treasure mapra, hogy hol is vagyunk benne. Azt a mindenit, a villadobálós minden ez? Úgy, mi van ebbe? Még több répa ilyenem is van már. Krumplim is van már. Suspicious soup, az nem kell nekem, köszönöm szépen. Nem veszek semmi olyat, amit nem ismerek. Találtam bambuszt, nem hiszem, hogy találtam bambuszt. Pedig még nem is voltam sehol. Semmilyen féle olyan helyen, ahol bambuszt lehet találni. Ez is, van búza is. Még egy treasure map, az tök jó, nem kell toll. Gold nugget, ez kell, nem kell bot. Van-e valahol még kincs? Nincs, úgy néz ki. Pedig jók vagyunk. Igen, ez már volt. Hát az lesz gyorsan, hogy lerakjuk ezt. Haszunk. Azt kipihenjük magunkat holnapra, és megnézzük, hogy akkor merre van végre a treasure map. Hát nézzük meg itt, megnézem meg, csak megnézem, és mi van, ha valami olyan van benne, amit nem tudok már elvinni. Így most már annyi minden van nálam, hogy ez hihetetlen. Na jó, nézzük meg. Mivel élünk? Előre, irány, hazafele! És közben hátra találok egy kincset. Az lenne a legjobb. Hú, de javezném. Szépikkel az mire lehet jó, azt nem tudom, de megnézem. Hát, ha előthethetjük ezt is. De első hiszem, el se kellett menni igazából egy dzsungelbe, és már találtam bambuszt. És haza is értünk. Elvileg szereztem magamnak egy donkit, úgyhogy elhozom magam majd gyorsan. Miért még akármi baj történne idekint. Hozok gyorsan egy szedőt hozzá. Végre, végre találtam egy donkit. Kiszában lóra gondoltam, de elmondom, ha már itt vagy, akkor te. Ez a bambuszt, ez elültetlen, nem tudom, hogy ez mik a feltételei, de gondolom ez nő ez mindenféleképpen. Hoppá, nem tudom elrakni a horszalmót, de nem baj, legalább van már egy donkim. Kiszában ennél jobb nem is kell egyelőre. Na nézzük, mit tudunk erre rakni. Fortune 3, ismét csak. Ó, hát ez a legjobb megint. Nagyon jó. Smite 4, Loyalty. Protection 5, Loyalty 1. Oké, és ez is megvan, ez már nem kell, ebből csak egy kell, a többi az jöhet ide vissza. És kész is vagyunk, szava! Többre nem is lesz szükség, van még egy Fortune 4-es, ez hihetetlen. Hihetetlen! Nem szeretnék most meghalni, hú, pont időben sikerült visszajönnem. Hihetetlen, már van 8 bambuszom. Hát ilyen. Csináljunk akkor még egy párat. Ennyi megint lett belőle legalább egy plusz egy stack. Van belőle a fúristen, de sok... Jézusom, mennyi van belőle. Hihetetlen. Hogy az Istenbe lett ennyi ilyen hihetetlen? Ez a növény eddig tetszik nekem, gyerekek. Legjobb. Nem lehet átmenni rajta, mint egy kerítés. Legjobb, legjobb, mint a kerítésünk lenne. Gyere szépen, Donki, visszaviszünk oda be. Most úgy csak el lesz nekem egy kicsit, úgyhogy addig visszaviszünk és csinálunk meg egy ilyen kerítést. És van a ketten, elvileg azt hiszem majd 3 villager kell majd a vasfarmhoz, amit szeretnék, ugye Iron Farm for the win. Az most a mindenség. Oké, ez nem lesz így jó, hanem szükségünk lesz még egy kis Ironra. Nem is Iron kell nekünk, hanem Iron Farmot csinálunk. Stringre lesz szükségünk, úgy, egy stack string. Nézzük meg, hogy lehet scaffoldingot csinálni, ha jól emlékszem, ez volt hozzá a recept. Yep. És kész. Hát ez egy hihetetlen dolog ez, azt kell, hogy mondjam nektek. Srácok, ez egy hihetetlen dolog.
Stonecutter. Ez mit tud? Ha, valószínűleg stone vágni. Nem állítunk ilyen házlevet csinálni, meg lépcsőt, kőlépcsőt, hát ez hihetetlen. Ó, ez tetszik. És ezt meg tudom változtatni másra? Nope. Visszafordítani nem lehet. Nope. Pedig az úgy lett volna jó, ha igen. Tehát minden, mindenben nem lehetünk jók. Csináltunk egy olyat mondjuk, hogy ez így jó, és akkor összeszedem az összes enchantolt könyvet. Legalább azoknak lesz egy külön tartóhelyük. Kicsit rendezettebben fogunk már kinézni. Meg az összes papír is jöhet velünk. Papír, amíg más nincsen most. Úgyhogy így ez elég nekem egyelőre. Ja, meg a többi helyre, abban elrakjuk a maradék bambuszunkat. Ha elfér. Ha nem fér el. Mi itt rakjunk ki, nem, ide is rakunk bambuszt. Sea pickle, az is jöhet. Jöhet vissza a maradék string. Meg jöhet a maradék iron. Szóval, azt mondja, az iron farmhoz szükségem lesz blacksmithre. Kell nekem még kő, köszönöm szépen, és ide megállják a maradékot. Úgy enni. Legjobb, és úgyhogy ezt beradjuk ide. Ebből csinálunk egy kis slabet. Tökéletes, meg kell nekem még stick, meg slabs, scalwood slabs, az is van. 2, 3, 4, 4, oké, és meg egy adag stick. Azt mondja, hogy 1, 2, 3. Nop. Úgy, ne. Ja, nem is ez kell, hanem... Ah, nem ilyen kell, hanem planks. Jaj, Roli, ne hülyeskedjél már. Azt hittem, hogy ez kell hozzá, de közben mégsem. Van planks is valahol? Fekében biztos, hogy volt. Megint fát kell vágni. Álljak kint van az a két fa, megyek gyorsan ki, le is vágom. Össze is vágtam az összes fát, amit csak kellett. Most jöhet az újraültetés. Ennyi. Egy új fa áradat. És itt egy maradt. Hát szerintem lesz még annyi. 2, 3, 4. Megvesz a következő adagfa is. Akkor legalább már egyet több lesz, mint amennyi előzőleg volt. Tökéletes, bezártam a kis dolgunkat. Nagyon durván jól néz ki. Szóval, mit akarok elsőnek is csinálni? Megépítjük a vasfarmot. Menjünk és nézzük meg. Szerintem úgy lesz, hogy... Mielőtt még elkezdeném, lemegyünk és megnézzük, hogy mi újság van a lenti földön. Hát, ha spannolt már valami oda. Mondjuk egy slime, és akkor meg tudom mondani, hogy igazából hol lesz a slime farm, hol lesz a slime farm. Örülnék nekem, hogy spannolt volna valamire. Nope. Semmi! Nem hiszem, hogy nincs egy deka slime farm ebben a részlegben. Na mindegy, még akkor menni kell majd amint jó lesz a pickaxem, akkor megyünk még egy kört. Jep, még semmi. És a következő részben majd kitúrunk még egy pár részt itt. Majd nagyobb hely legyen, hogy ide spannolhasson majd a slime. Már azt nagyon szeretném. Azt szeretném a legjobban igazából, ha az megtörténne. Úgy, né. Vissza ide. Yeah! Ha megint szerelem van, gyerekek, azt mondja, hogy jönnek ám a kölkök. Nem szégyellik magukat. De nem ám, mennyi van ott lent. Mennyien vannak ott lent. Na, úgy fogunk kezdeni.
Viszont megcsináljuk a grindstone-t, hogy tudjunk majd dolgozni majd a többivel is. Mert az kell, hogy ez kész legyen. Meg azt hiszem, a design, amit meg fog csinálni, azt nem is tudom, kitől láttam. Mert érdekel bennetek, akkor csak szóljatok, majd belinkelem, hogy honnan láttam, de szerintem ti is meg fogjátok találni a YouTube-on. Ha annyira érdeklődtök utána. Megnézem mindjárt, oké, ez 20, használjuk még grindstone, de elvileg ezt meg tudom csinálni itt is, nem? Nem kell hozzá grindstone, de nem. Hát tudom, tessék meg, hogy csinálja, nem tudom még. A grindstone, és ez kell nekem. Ebből kell... 1, 2, 3. Szuper. Szupi, szupi, szupi. Mondanám, két stack blokk, kellene egy kis glass, hát ami maradt valamennyi. Örülnék neki, ó, pont ilyen szendi részlek környékén mentem el, de mondjuk nem volt helyezett mentorimban, úgyhogy nem tudtam volna akkor se üveget hozni, hogyha akarok. Pedig az jól jönne. De még van egy stack. Úgyhogy ez jöhet. El kell menni, hogy szendért a következő részben. Van egy 20 glass blokkal is, úgyhogy igazából az is megvan. Itt más nincsen. Light grey stained glass punk is van. Érdekes, érdekes. Semmi, és akkor kell nekem egy fence gate, ami az van nálam igazából minden. Kevés stick is. De meg is értünk, itt kezdem majd elépíteni az Iron Farmunkat. Szóval elsőnek azt fogjuk csinálni, hogy felépítünk 10 blokkot, mégpedig ezzel a kis jószágunkkal, imádni fogom. Oké, és fú, ez nagyon jó lesz így. Ennyi kell, hogy kell, 64 kell, szóval amikor 10 lesz, akkor lesz jó. Itt egyet beljebb menjünk, még egyet beljebb menjünk. Itt kezdjük el. Itt ez 10 blokknya, 10 blokkot följöttünk, hát hihetetlen, imádom ezt az egészet. Ez nagyon, nagyon, nagyon jó. Akkor itt mindjárt nézem, mi lesz a következő lépésünk, egy pillanat. Itt utána az lesz, hogy felmegyünk, kérlek szépen, egy arrébb megyünk, opa, ennyi. Föl. És hogy csináljuk ezt oldalt? Ezt nem értem. Nem értek ezzel dolgozni, nem azt nem értem, amit kell csinálni, ezt azt tökéletesen értem, amit kell csinálnom. Csak nem értem, hogy hogy kell ezzel dolgozni, úgyhogy ezt gyorsan megfejtjük. Egy, kettő, nem is. Egy, kettő. Négy. Oké, szóval ennek a tetejére rakunk egy, oppá, rakunk egyet, és akkor ez úgy lesz, hogy 2, 3, így, akkor ezt ki is vehetjük innen, meg ezt is. Hát, ez hihetetlen, hogy le tudok mászni, úramisten, imádom, imádom, imádom. Na gyorsan gyere ide. 3, és akkor ez 8 blokkal kint lesz, akkor 1. Utána ennek a végét, ezt föltöltjük blokkokkal. Meg kell nézni, hogy egyáltalán ez működik-e itt. Hoppa, az egyikben nincsen víz. Még nincsen benne víz. Tökéletes. Kell tölteni vízzel. Gyerünk róla, hogy töltsd föl vízzel. És ez jöhet is ide. Oké, és amikor ez megvan, utána jöhet a következő része, akkor az egészet körülveszük üveggel. Elvileg teljesen jó meg lesz. Ennyi. Egyel kiebb, mint ahol a fence posztok vannak.
Csak biztos, hogy biztos. És úgyni, innen is egyel kiebb. Úgyni, és ez pont úgy, ahogy elképzelni az ember. Egyet még ide. Egyet ide. És egyet ide. Akkor ezeket az összeset ki tudom innen ütni. Gyorsan, frissen. Úgyni, és akkor ide egy vizet meg. Ide egy vizet. Feltöltöm meg, ezt is vissza feltöltöm, és kész is. És ide leesünk. Legjobb. Tökéletes lesz. Ide fognak érkezni majd a gólemek. De csini vagy. Oda kellett volna még egy, gondolom, de nem mindegy is. Megint felmegyünk. Mégpedig rögtön ide utánuk. Így, ebbe a részbe. Ide is. Oda nem. Oh no. És már elvileg csak két dolgot kell megépítenünk. Megépíteni egy helyet, ahol majd a falusjaink lesznek, de ahhoz elsőnek visszamegyünk a bázisra, és hozunk ágyakat. Ez az, nyírjuk meg a birkáinkat! Putér birka! És meg is vannak az ágyak. Na most ide csináljuk azt, hogy ide... Erre csak így. Ezt imádom, gyerekek. Hát ez hihetetlen, szóval. Oda rakunk még egyet. Erre. Hihetetlen. Uramisten, ezt nagyon imádom, ezt a scaffoldingot, gyerekek. Egyszerűen el se hiszem, szóval ide rakunk egyet. Ide rakunk egyet, és egyel alá rakunk egyet. Ezt rakhatjuk volna rögtön is oda, de mindegy is. És utána ezt ki. Ez azt csináljuk, hogy előveszik a light gray üveget, nem, vagy az átlászat, teljesen mindegy a színe. Egyet ide, hoppá. Egyet ide, és egyet ide, jól emlékszem. Úgy, enni, tovább nem is kell, lesz ide nekem. Utána... És felszedjük gyorsan a földről, mert fel kell. Fú, ott ez hihetetlen volt. És csak az aját letöröd, és az összes le... Fú, olyan, mint a bambusz, olyan, mint a bambusz! Úgy jönni. Az nekünk oda nem is kell, az a kő sem oda bele. Úgyni, ez sem kell nekem, sőt, ez sem kell, hanem... kell egyszer ez. 1, 2, 3, 4, 5. Hopp! Szuper, ennek már ráugunk a tetejére, és úgy csináljuk. Úgy jönni. És innen a tetőről. Hopp! És 1, 2, 3. 3. Ez így van, utána jöhet a... Utána jöhetnek az ágyak, amit oda fogunk hozni úgy, hogy rakunk mindegyiket az inventorimba. Ide rakunk egy ágyat. Meg... Ide rakunk egy ágyat. Meg... Ide rakunk egy ágyat. A másik kettőt ezt itt le is verhetjük. Úgy ezt a pickaxe-et használjuk. Egy, kettő. Jöhet egy három grindstone, jön egy ide, meg... Ide, és utána jöhet ide kettő blokk elvileg ennek a tetejére. Ezt a blokkot ezt ilyen kivesszük, és jöhet rá, ha minden igaz. Ez így nem lesz jobb, mert ezer évbe kerül, mire ezt végre elintézem, de hopp. És már is vagyunk. Ennyi, és ez készen is van, ha minden igaz. Úgy jönni. Levenjünk, aztán elintézzük ezt a két scaffoldingot gyorsan. Aztán majd elkezdjük folytatni tovább az épületet.
És ez a része meg is van neki, úgyhogy most már csak annyi lesz hátra, összeépíteni egy részt a zombinak, amit pedig úgy kell, hogy azt hiszem, hogy 1, 2, 3, 4, ide föl, ő lesz egy... Nem, ide, és akkor ő itt lesz egy glass, mégpedig a, ez a glass block, akkor így itt lesz ő középen, és lesz mellette még egy, kettő, három, csak azért jó nézzen ki, és úgy csináljuk, hogy egy, szóval akkor ezt úgy kell megcsinálni, hogy ide jön egy, egy trapdoor, amit felnyitunk, ez tökéletes. És lecsukjuk, egy, kettő. Ennek a tetejére jön egy. Ezt is ezt marad így, ahogy. És ide, a másik két oldalára jönni fog egy, kettő. És ide jön majd a itt lesz ez a rész, amikor fel van nyitva, és azt fogják látni a falusiak, ha minden igaz, hogy né. Kész. És ezt úgy, hogy ezt ilyen leütjük, és ezt is, tökéletes. És elvileg ezzel meg is vagyunk a zombis részével neki. Szóval elvileg abban a kockában vennek majd bele a falusiaink. A hátsó kockával pedig mennek majd bele a zombik. Ha minden jól megy. Vagy igazából jön bele a zombi, mert csak egyetlen egy zombit kell belerakni. Utána itt, ez ki kellene innen ásni, hogy jó legyen mindenkinek, úgyhogy... Úgyni, meg is hoztuk a szájnt és a végső megoldásainkat. Ide rakhatunk egy chestet, csak ide rakok oldalra egyelőre. Mert ez itt meg fogja tenni. Simán. Na, hát ezt jó el. Jaj. Ezt jó el rollisztad. Rolli. Jó van. Szóval jöhet egy ide, egy ide. Úgy bemegyünk, és úgy lesz, hogy vannak három hopper, szóval egy, kettő. Itt meg úgy lesz, hogy visszarakjuk ezt a pár üveget ide. Itt úgy lesz, hogy egy, három, és elvileg ide jöhet a láva, ha minden jól megy. Jep. Itt fognak a gólemeink ellen megsemmisülni, és ott ezt úgy tudjuk majd megcsinálni, továbbja, hogy ide jön egy kis vízesenek, csinálunk egy kivezető utat. Ez a segítség róli kijöhessen, és ide, itt ezt meg van építve teljesen, tökéletesen jól néz ki. Kész. Csodálatos. Amit még itt meg tudunk csinálni, hogy semmi más nem csinálunk egyelőre. Itt lesz a vas üzem. Ha. Úgy jönni. Na de most jött az izgalmasabb része. Jutassuk el ide valahogy a falusiainkat. Szükség lesz hozzá egy kis scaffoldingra, azt hozunk bentről. És akkor elindulunk majd kifele egészen onnantól. Van sok-sok rélem, amikor a Mindshapben lent voltam, akkor sikerült megrédelnem, szóval elhoztam legalább két stack railt. Ennyi! Fent van! Ennyi. Vagy fogva. Tikettel már megvettük nőve, ott akkor csinálunk még egy helyet. Az nagyon gyorsnak tűnik, gyerekek, de higgyétek el, órákat szenvedtem bele, mire végre ez meglett. Azt a mindenit végül is sikerült elfognom. El se hiszem, pázeg órákig szenvedtem vele. Hát ez valami hihetetlen volt. Semmi féleképpen nem akartak. Na gyere szépen, te leszel. Joe. Szevasz Józsi. Úristenem, hála a magasságosnak. Nézzük meg, aludjunk egyet. Meddig mindig máshoz spannoltam, amikor meghaltam. Hihetetlen volt.
De végre megépült, azt a mindent mennyi időt elszenvedtem vele, gyerekek, órákig és órákig tartott, mire megépítettük ezt az Iron Farmot, de végül is működik, hála jó Istennek, legalábbis eddig úgy nézett ki, hogy Iron Golemet már spawnolt. Szóval azt is látszok, ketten vagytok, csak igen, ketten vagytok, csak szuper. Iron Golemet már spawnolt az előbb. Meg vannak ijedve a falusjaink, megám. Vannak fosva, lesz-e fent Golem, gyerekek, nézzük meg. Lesz-e fenn gólem? Ez az! Ott a gólem! És... esik! Bozzeg! Működik! 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 Nézd meg egyben a lábába! Ho-ho-ho-ho! Ezt se hiszem! Működik! Szevasz! Tökéletes, benne is van. Wow! Már 25 fémünk van benne. Ez nem semmi. Már 25 fém, és még semmit nem csináltunk. Ez csak igazából itt van és működik. És ha minden igaz, ugye tudok egy ugyanegyet csinálni a másik négy oldalára is. És akkor lesz egy ilyen virág alakú golem farmunk, de egyelőre ez így működik. Hihetetlen, hihetetlenül jól működik. El sem akarom hinni. Itt is következőre is meg lesznek ijesztve a villagerek. Hát ez hihetetlen. Azt a mindenit, ne együnk egy kis sűkumpit. Semmi rendes kajánk nincs egyelőre, gyerekek, most már csak a lemaradtakon éltünk. Be van még zárva mindig a csacsink. Visszaraktuk a viliseleinket, van már itt egy pár, hoppá. És már kettő itt be van zárva külön, úgy már nem sokára elkezdünk velük trédelni. Megépült az Iron Golem farm is, azt a mindenit, nagyon jó volt. De szerintem ennyire volt idő mára, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, srácok. Remélem tetszett, amit láttatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ott a másik gólem! És ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Roli voltam a kemény, legyetek jók és szobatiszták, és találkozunk a következő Minecraft részben. Sziasztok!